Lemondott MSZP elnöki és parlamenti frakcióvezetői posztjáról Mesterházi Attila. Azt mondta, nem is kíván indulni a következő tisztújításon. Több párton belüli kritikusa is azt mondta, az elnök lemondása tiszteletre méltó, de megkésett. Most a folytatásra kell koncentrálni. Egy rövid bejelentést fogok tenni, így utána kérdések feltételére nincsen lehetőség. Mesterházi Attila rövid mondandóval érkezett a sajtótájékoztatóra. Azt mondta, az MSZP április 6-án és május 25-én jelentős vereséget szenvedett el az országgyűlés és az európai parlamenti választáson. Az MSZP elnökeként ezekért a kudarcokért vállalja a teljes felelősséget. Lemondok pártelnöki funkciómról, egyben bejelentem, hogy nem indulok a következő tisztújításon. Továbbá azt is szeretném bejelenteni önöknek, hogy lemondok a frakcióvezetői megbízatásomról is. Az MSZP-ért érzett felelősségem tudatában hoztam meg ezt a döntést, mondta, amely lehetőséget ad arra, hogy alapszabályszerűen az önkormányzati választások szempontjait figyelembe véve dönthessen szombaton az MSZP országos választmánya, jelentette ki Mesterházi Attila. Hozzátette, a maga részéről mindenben támogatni fogja az MSZP megerősítését és az új elnököt. Szekeres Imre a Facebookon kommentálta Mesterházi Attila lemondását. A volt honvédelmi miniszter szerint az elnök lemondása tiszteletre méltó, de ezt kellett volna tenni április 6-án. Akkor talán nem kerültünk volna ilyen méltatlan helyzetbe, írja. Az MSZP-s politikus szerint most elsősorban higgadság és együttműködés kell. Ennek ebben a formában így az ő számára vége. Az MSZP monori elnöke egyike volt azoknak, akik többször kritizálták Mesterházi Attilát a választási vereség miatt. Braun Róbert szerint éppen időszerű volt Mesterházi lemondása. Most azonban olyan személy kell, aki képes egy csapat élén kihozni az MSZP-t a jelenlegi helyzetéből. Bár a korábbi elnökök közül többen bejelentkeztek, Braun szerint azonban nem biztos, hogy visszafelé kell nézni. Ön egyébként indulna, hogyha valaki felkérné erre? Ez idő előtti szerintem. Itt az a feladat, hogy a MSZP tisztázza azt, hogy milyen gondolatok mellett, milyen eszmék mellett és milyen értékek mellett akar a jövőben politizálni. Az új helyzetet a párt mai elnökségi ülésén és a szombati választmányi ülésen tisztázhatják a szocialisták. Mesterházi Attila megkönnyítette az MSZP dolgát azzal, hogy lemondott, így ugyanis gyorsabban lehet új vezetése a pártnak. Mindenről az MSZP szóvivője beszélt. Azt, hogy ki lesz az új pártelnök, egyelőre senki sem meri megjósolni. Konkrétumot egyedül Szanyi Tibor mondott, ő Mick Jagger nevét említette, természetesen nem komolyan. A baloldali ellenzék pártjai az MSZP belügyének tekintik az elnökváltást. Ezért lemondok pártelnöki funkciómról. Mesterházi Attila azzal, hogy lemondott, megkönnyítette a párt dolgát. Így ugyanis nem feltétlenül kell megvárni az alapszabály szerinti 45 napot arra, hogy felállhasson az új vezetés. Azt gondolom, hogy lerövidíti a helyzetet, megkönnyíti a helyzetet pártjogi alapszabályi szempontból, hiszen itt arra is van lehetőség, hogy csak elnököt válasszon a párt, másra is van lehetőség, de most ezt is megteheti, nem kell feltétlenül testületet választania. A hirtelen lemondás után a média már most arra várt, hát ha kiderülhet, hogy ki lesz a párt új vezetője. Arra azonban valószínűleg szombatig még várni kell, hogy kiderüljön, ki lesz az MSZP 8. elnöke. Hiller István pár napja sokat sejtetően nyilatkozott. Szombaton fogok ilyesmikről beszélni. Kérem, hogy értsék meg, hogy először a társaimnak akarok programot elsősorban letenni az asztalra. Én voltam már a szocialista párt elnöke. Akár csak Kovács László is, bár ő maga azt mondta, hogy be nem jelentkezik a posztért, de ha felkérnék rá, meggondolná. Az új, vagyis olyan jelöltek között, akik nem vezették még a szocialista pártot, Botka Lászlót tartják még esélyesnek, ha vállalja. Rajta kívül még egy vadonatúj név merült fel. Mick Jagger, oké? Mesterházi utódját tehát egyelőre senki nem meri megnevezni. Sőt, a baloldali összefogás pártjai nem is akarnak beleszólni a kérdésbe. Az Együtt PM Szövetség semmilyen módon nem szeretné más pártok belügyeit kommentálni. Mi is nehezen viselnénk, hogyha a mi belső döntéseinket mások érdemben kommentálnák. A Demokratikus Koalíció nem kívánja kommentálni más párt belügyeit, így az, ami az MSZP-ben történt, azt mi az MSZP története részének tekintjük. A Jobbik viszont saját történelme részének tartja még az MSZP történetét is. Szintén saját komoly történelmi sikerünk az MSZP szétesése. Az, hogy a második erő lettünk, az a választás legnagyobb tétje. Schiffer András Facebook oldalán annyit írt, respekt Mesterházi. Az MT-nek azt nyilatkozta, Mesterházi korrekt politikai ellenfél volt, sajnálja, hogy távozik.
A Fidesz viszont nemhogy nem sajnálja, hanem kevesli a baloldalon a távozók számát. Azt gondoljuk, hogy most már csak a triumvirátus másik két tagjának a távozása várat magára. Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon épp annyira felelős véleményünk szerint a baloldal katasztrofális vereségéért, mint Mesterházy Attila. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a baloldalon Gyurcsány Ferenc az igazi főnök, és az ők ott tájából játszanak.